Korunknak a, hogy így mondjam, legmenőbb bűnözés fajtája, vagy bűnözési típusa az a befolyással üzérkedés, ami azért egy szelidebb történet, és itt ezt úgy fogalmazta, hogy nekem a forrásom, hogy már a korrupciót is hamisítják. Mondjál egyetlen esetet, amikor a rendőrt azért léptették elő, mert megállapította a gyanúsítottról, hogy ártatlan. Provokáló jogsértés, ami azt jelenti, hogy pont fordítva csinálja a rendőrt, Tehát nem az, hogy valakit futni hagyjon, vagy mentesítsen, vagy hogy megúszza az illető, hanem valamilyen, nyilván ott is valami utasítás, vagy motiváció, vagy valamilyen személyes meggyőződés alapján, Azért helyez el mondjuk egy bizonyítékot, hogy bajba keverjen valakit, vagy ezzel vád alá lehessen valakit ö, helyezni. Itt az átlátszó podcast adása a nyár közepén, mondhatni forró időben forró témák, de ez azért így nem teljesen állja meg a helyét, mert ö, amiről Pap László Tamással beszélgetni fogok, annak egy része kihűlt témák, vagy döglött ügyek de annyiban mindenképpen valami aktualitása, szomorú aktualitása, nem várt aktualitása van az ügyeknek, hogy amiről szó lesz, az hát, terrorcselekmény kategóriájába sorolható, mármint az egyik konkrét ügy, és a hétvégén pont egy merőinlet kísérlet volt, amitől hangos a világsajtó. Amiről úgy általában szó van az a bűnöldözés és ezeknek az eseteknek a kapcsolat, hogy ez mennyire átlátható, mennyire lehet bízni a különböző bűnöldöző szervezetekben, mennyiben képzelhető az el, hogy manipulálják az ezzel kapcsolatos, már mint egy ilyen kapcsolatos bűncselekményekkel összefüggő bizonyítékokat, eljárást magát és így tovább. De több részes cikksorozatban, eredtél ezen kérdések nyomában, roppant röviden először is az, hogy milyen cikkek voltak ezek, és mi volt a témájuk? Hát az egyik cikkem, ami a beszélgetésünk témáját képezi, az a körúti, a 2020, 2016. szeptember 24-én történt terész körúti robbantás kapcsán a most nemrég beadott és már a kúri által el is utasított peruitási indítványa tett így aktuálisá. Most a nézők közül, az olvasók közül nem lehet, hogy sokan már nem emlékeznek annyira a részletekre. Ugye 2016. szeptemberében történt Magyarországon egy terrorcselekmény, Mondhatom azt, hogy politikailag elég felfokozott légkörben, bár ezt a kifejezést óvatosan használom, mert nem tudom, hogy az utóbbi években van-e olyan korszak egyáltalán, vagy időszak, amikor nem felfokozott a politikai légkör, de akkor konkrétan azért volt felfokozott a politikai hangulat, mert akkor volt a migráció, a illegális bevándorlás kapcsán, és a menekült hullám kapcsán egy úgynevezett kvóta népszavazás és pont gyakorlatilag ennek az október másodikai kvóta népszavazásnak szinte az előestén ö, ö, történt ez a ö, robbantás ami azért is adott egyébként okot fokozott találgatásokra, mert gyakorlatilag a robbantás előtte egy nappal egy ellenzéki politikus, Kakuk György, a DK akkori elnökségi tagja, tett egy ilyen nyilatkozatot, itt szó szerint idézem, hogy figyelmeztette a kormányt, hogy ne szimuláljon terrortámadást, és végképp ne hajtson végre semmiféle merényletet. Erről beszéljünk egy kicsit külön a majd a politikai felhangokról, meg a keretezéséről, minden ilyen történetnek, meg a különböző konteókkal ezzel kapcsolatban. Ezt most hántsuk le róla, és próbáljuk meg nézni magát a, az ügyeket, meg amit tudni lehet. Egyfelől ugye van a 2016-os körúti robbantás, amelynek egy feltételezett elkövetőjét elkapták, el is ítélték, tehát már nem feltételezett elkövető, hanem a magyar bíróságok szerint elkövető, és az a verdikt, hogy ő egy magányos elkövető volt, saját maga próbált megölni két rendőrt azért, hogy a szolgálati fegyverüket megszerezze. Igen, hát egyébként őt nevesíteni is lehet, ezt a cikkemben is megteszem, Pap László Gergelyről, van szó, aki egyébként csak névrokonságban áll velem. Ő, ő, ő lett elítélve jogerősen, mint ennek a. E, robbantásnak a e, elkövetője. Engem az ő édesapja, Pap László, illetve az ügyvédje, e, Dr. Kevicki István keresett meg. Na most nyilván azért újságíróként, tehát ilyen bűnügyi meg hasonló témákban azért elég régóta, negyed százada dolgozom, tehát azért az nem rázza meg, így mond az újságírót, hogy a, az ügyvéd, illetve a közvetlen hozzátartozó az ártatlannak tartja a Vádlottat, illetve az elítéltet. Tehát ez azért önmagában nem lenne hírértékű. Ami mégis engem arra ösztönzött, hogy ezzel kezdjek el egy kicsit mélyebben foglalkozni, azok a szakértői vélemények, amiket mellékeltek a perújtási indítványhoz. Ugye hát erről tudni kell, hogy igazságügyi orvos szakértők, azok ugye mind a vád, mind a védelem, tehát mind az eljáró hatóság, mind a védelem kirendeléséből vagy megbízásából szoktak tevékenykedni egy büntető eljárás során. Na most elvileg egyébként a jog szerint a vádlott az ugye akár hazudhat is a saját védelmében, ebből kifolyólag az ügyvédnek sem kell bevallania, úgymond az igazat. Az igazságügyi orvos, az igazság... bármifajta igazságügyi szakértő, nem csak az igazságügyi orvos szakértő, ha ő bármilyen ilyen szakmai véleményt formál, neki független attól, hogy a vád vagy a védelem rendeli ki, vagy bízza meg, igazat kell mondania, tehát elvég egy tudományos tudományosan bizonyítható igazságot kell leírnia és hát amiket én ismertettem idéztem ebben a cikkben, azok olyan dolgok, amikre azért, amikhez azért nem kell igazságügyi szakértőnek lenni, tehát egy átlag laikus polgár is felkaphatja a fejét arra, hogy például ugye készült egy videófelvétel a helyszínen lévő elkövetőről, aki ott elhelyezi a bombát, és utána távozik. Na, most a... Várjuk még megint egy kicsikét, mielőtt visszatérnénk a konkrét ügyre. Az volt az apropó, hogy ennek a nyolc évvel ezelőtti akkor nagy visszhangot kiváltó cselekménynek a elítélti, terhelti oldala nem nyugszik bele a jogerős bírói döntésbe, és ahogy ez az ügyvédtől, meg a hozzátartozótól elvárható, megpróbálja keresni még a peren kívüli, vagy a rendes perorvoslaton kívüli megoldásokat. De ennek kapcsán te mentél tovább, csak azt most elmondom, nem isre, hogy a műsor még miről lesz szó, szóval, hogy egy, egyáltalán hogy néznek ki ezek a szakértői eljárások, a rendőrségen belül van-e lehetőség arra, hogy valamilyen módon befolyásolják ilyen-olyan bármilyen szándékokkal az eljárásokat, illetve még annak mentél utána, ha már ez az apropó volt, hogy a magyar szervezet bűnözés, vagy a magyarországi szervezet bűnözés, az most milyen állapotban van. A 90-es évek fogalmazunk így hőskorához képest, most a szervezet bűnözéssel a Magyarországon mi van, hogy körülbelül ezzel foglalkoztál ezek igen, a cikkekben. Igen, igen, és ez, ezért is függenek össze ezek a cikkek, mert ugye a 90-es évek folyamán, vagy a 2000-es évek első felében Azért, ha egy robbantás történt, arra azért annyira nem kaptuk fel a fejünket, hogy itt robbantottak. Tehát ezek olyan sűrűn és annyira ismétlődően... Nem akarok teljesen ízléstenni, ha nem vesztettük el a fejünket a robbantásban, akkor már nem is kaptuk fel rá a fejünket. Igen, igen, gyakorlatilag ez volt. Tehát gyakorlatilag hozzászoktunk, és ebből kifolyólag azért mindenki, aki nem is volt részese ezeknek az ügyeknek, az azért gondolta, hogy ez szervezetten, iparszerűen, üzemszerűen valamilyen ö, ö, csoportnak vagy szervezetnek a meg bízásából történhet. Ehhez képest nyilván a 2016-os robbantás, és ugye ez még hozzá kell tennem, hogy én meg is kérdeztem egy rendőrségi forrásomat arról, hogy mi az oka annak, hogy valamilyen módon az alvilág lecsendesedett, hogy így mondjam, polgárosodott, vagy talán civilizálódott, és azt a választ kaptam, hogy gyakorlatilag ez egy tanulási folyamat. Tehát a 90-es évek folyamán a alvilágban az eredeti tőkefelhalmozódásnak köszönhetően hirtelen jöttek létre elég komoly vagyonok, ennek következtében sokaknak ö, 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 megszédített a siker, vagy a fejükbe szállt ez a dolog, és ö, ö, az esetben egyeduralomra törtek, vagy bármilyen ilyen végletes eszközbe bevetettek annak érdekében, hogy ezen a területen vagy piacon ők stabilizálják a pozíciójukat. Na most ehhez képest nyilván a korunk szervezett bűnözői, ahogy a cikkben is Benne van ez az idézet. Már inkább lehúzzák, megzsarolják, vagy lenyúlják egymást, de az, hogy ők most így kifejezetten megöljenek valakit. Azért sincs ez meg, mert azért azoknak az embereknek a köre, akik részt vettek mondjuk az olajszűkítésben, meg a rendszerváltás utáni évek szervezet bűnözésében, nagyon sok olyan ember van, aki nem került bíróság elé, egyszerűen azért, mert ezek a dolgok elévültek. Ezzel szemben egy gyilkosság az nyilván sokkal később, vagy akár egyáltalán nem évül el, és abból kifolyólag, hogy bizonyos ügyekben évtizedekkel később is lett valamilyen megoldás, ez azért óvainti azokat a szereplőket, akik ilyesmivel foglalkoznak, és ezért is volt bizonyos értelemben sokkolóbb a társadalom szempontjából is, hogy történt egy újabb robbantás. Mindezekről mi itt ebben a stúdióban már beszélgettünk egyszer, majdnem ebben a körben, Dezső András kollégánkkal kiegészülve, Portik Tamás volt annak a témája, de ezeket a kérdéseket akkor Érintettünk ti ketten össze és vitatkoztatok egymással a 90-es évek alvilágának elcsendesülése folyamatának megítélésében. De nyilván azt te sem vitattad, amit a Andris fogalmazott meg akkor kellő eréllyel, hogy elkezdték bezárni a jogi kiskapukat a 90-es évek második felétől. Tehát volt egy csomó olyan hízag, joghízag, amelyen be tudott folyni a szervezet bűnözés, meg hát mindennek van egy életciklusa. Egyrészt egymást kezdték el likvidálni, másrészt kisebb-nagyobb bűncselekményekért csukogatták le őket harmadrészt, meg ugye még a 70-es évek elején még a börtönben megszerveződő első magyar szervezett bűnözői csoportok pápái, azok elkezdtek meghalni a biológia vastörvényei miatt. Tehát, hogy önmagában ez egésznek egész nek, ami a 90-es évek elején feltört, és ami nyilván a rendszerváltással, a rendőrségen belüli elbocsátásokkal, a titkosszolgálatok egy részének szabadon engedésével, vagy szabadgyára engedésével történt, az alapvetően változott meg már a 2000-es évek. Igen, és egyébként annyiban is megváltozott a szervezet bűnözés, hogy korunknak a, hogy így mondjam, legmenőbb bűnözés fajtája, vagy bűnözési típusa, az a befolyással üzérkedés, ami azért egy szelidebb történet, és itt ezt úgy fogalmazta hogy nekem a forrásom, hogy már a korrupciót is hamisítják. Tehát, hogy ez kicsit a Gotthár Pétert idézve, ugye, hogy már szar is le van szarva. Tehát, hogy nagyon gyakran ez úgy működik, hogy ráadásul még a korrupció is hazugság, tehát már az sem igaz, hanem gyakorlatilag az történik, hogy az illető azt mondja egy, mondjuk így, egy bajban lévő embernek, aki jogilag bajban van, hogy én ismerem a rendőrkapitányt, ismerem a főügyészt, ismerem a minisztert, és te beléphetsz az érinthetetlenek klubjába, ha egy megfelelő összeget leszúrkolsz Nekem. Nincs semmilyen ismeretsége, nem történik semmi. Nyilván azt a Forrásom is tovább gombolította, hogy az már a társadalomról, vagy akár a politikáról, a közéletről árul el sok mindent, hogy az emberek, akár egész komoly, vagy egész komoly vagyoni státusszal rendelkező emberek elhiszik azt valamiért, hogy minden, minden és mindenki megvehető, és minden elintézhető. De nyilván a befolyáson üzérkedés, akár tényleges, vagy akár ilyen kamu üzérkedés, azért az egy szelídebb formája a szervezet bűnözésnek, tehát az sem arról szól már, hogy lelövöm, felrobbantom a másikat, hanem valamilyen módon próbálok kibújni a dolog alól. Van még egy tényező, ami explicit módon nem szerepel a cikkedben, de amikor azt fejtegetik néhányan, hogy milyen külföldi szervezetbűnözői csoportok lehetnek Magyarországon, milyen nációk érintettek Magyarországon a különböző zavaros ügyekben. Szóval, hogy 2004-ben Magyarország tagja lett az Európai Uniónak. És ezáltal a bűnök, bűnözők számára is megnyílt egy sokkal nagyobb piac, amelyben Magyarországon nak a hozzáadott értéke ez minimális. 90-es évek bűnözői magyarok voltak, a magyar börtönökből érkeztek, a magyar csibészvilágból érkeztek, Portik Tamás ugye egy telefonfeltörő srác volt még a 80-as években. Körülbelül a perspektívájuk is ez volt. A, azzal, hogy megjelennek Magyarországon orosz, kínai és egyéb szervezet bűnözői csoportok, azok igazából az Európai Unióban vetik meg a lábukat, és világ minden kincsért sem akarják, hogy abban a tranzitországban, vagy egy ilyen parkoló országban, ahol egyébként a hétköznapi ügyeiket intézik, ahol le vannak, ott balhé legyen. Tehát Paradox módon, paradox módon még stabilizálja is a, a közállapotokat, hogyha olyan szervezett bűnözői csoportok vannak Magyarországon, amelyik az unió felé fejtik ki áldásos tevékenységüket, és itt rendelkeznek székhelye. Igen, egyébként ez így van, tehát, hogy alapvetően a titkosszolgálati szakértők is azt mondták, hogy mind egyébként a nemzetközi terrorizmus vezető figuráinak, mind a nemzetközi szervezetbűnözés, vagy ilyen globális mafiáknak a embereinek, Magyarország az alapvetően tranzitország, tehát keresztül mennek rajta dolgok, vagy pihenő ország, tehát, hogy eh, ahogy ezt a forrásom mondta, hogy ez is olyan kicsit mint a migráció, hogy senki nem akar Magyarországon maradni, mindenki igazából máshová akar menni, inkább keresztül mennek az országon, vagy hozott is egy konkrét példát erre, hogy például a olasz szervezet bűnözés az elősen érdekelt így a hulladékfeldolgozásban, meg a szemétiparban, hogy így mondjam, és akkor ilyen körbeszámlázásoknak, meg ilyen mindenféle trükkös megoldásoknak egyik alállomása Magyarország, de nem Magyarország a célország, vagy nem Magyarország a kiinduló ország. Tehát egyébként a valószínűleg a körúti robbantás esetén is azért volt mondjuk így a rendőrség szkeptikus azzal, hogy ez valamilyen szervezet bűnözői vagy terror csoportnak a műve lenne, mert alapjáraton nem feltétlenül dolgoznak Magyarországon olyan célral, mondjuk terrorcsoportok, hogy konkrétan Magyarországnak okozzanak valami kárt. Tehát, hogy ettől függetlenül tehát ugye én egyébként nem is, tudatosan nem is akartam és akarok belemenni abba, hogy valamilyen bármiféle ilyen alternatív tettest, úgymond, vagy feltételezett tettest a hivatalosan elítélt tettest helyett megnevezzek, vagy akár csak sugalmazzak. Itt alapvetően ez a riport, ez inkább a körülti robbantásról szóló riport, az arról szól, hogy vannak olyan kérdések, amik rámutatnak egyrészt a, a, az igazságszolgáltatás, a jogszolgáltatás, vagy a bűnözésnek a működésére, és az abban meglévő esetleges anomáliákra. Hát mondjuk... Várjál, akkor csak rakjuk tisztában megint, visszaadom mindjárt újra neked a szót. Tehát van az a spontán meg bűnöldöző szervezetek által azért erővel is kikényszerített folyamat, hogy Magyarországnak a, a, a szervezet bűnözői tevékenysége az csendesebb lesz, kisebb lesz, rengeteg ember elfognak, 2000-es évek már másfél, mint a 90-es. 2002-ben ez sem a szervezetbűnözéssel függött össze, de akkor volt ugye egy nagy visszhangot kiváltó bűncselekmény, amire utazta is a cikkedben a Múri mészárlás, ö, ö, mint egy ilyen morda erre majd megint térünk vissza, hogy két szót ejtsünk róla, és aztán 2016-ig nem is tudom, hogy milyen olyan nagy bűncselekmény volt, ami így megrázta az országot. Hát igazából a romák ellen irányuló gyilkosság sorozat, de az nyilván politikai vagy fai motivumtól vezetve történt, tehát ott nem az volt, nem, az nem kötődött így a szervezett bűnözés az egyetemen. Aztán Szita esetében volt, meg, meg szintén voltak ilyen elszigetelt esetek, amikor gyermekek vagy fiatalok ellen követtek el, ami megrázta az országot, és jött akkor 2016-ban, oh, ez a fajta körülti robantás, amiről mondjuk, az érthető, hogy kevesen gondoltak arra az első tized másodpercben, hogy ez egy magányos tettes által meglehetősen Itiáner okból elkövetett bűncselekmény lett volna. Igen, hát ugye a, itt annyiban visszautalva a szervező, szervezet bűnözésre vagy a korrupcióra, hogy ugye a, amit emlegetni szoktak, hogy state capture, tehát hogy ha mennyiben az államot fogjuk lejtik, akkor ott inkább az az érdek, hogy ez csendesen folyjon. Tehát, hogyha valaki befolyással üzérkedés révén, vagy valaminek a révén az állammal olyan szinten jóba van, hogy ő el tud intézni dolgokat, akkor már ugye miért kéne robbantani? Tehát akkor pont az a lényeg, hogy én ben vagyok a állam hatalom gépezetébe, és nem az a célom, hogy én gondot okozzak az államnak azzal, hogy egy korábbi miniszterelnököt idézek, hogy ami ebben az országban van, az nem közbintonság, hogy így kelljen kifakadnia egy miniszterelnöknek. Na most, hát ugye, tehát igen, itt az történt gyakorlatilag, hogy 2016. szeptember 24-én történt maga a robbantás, tehát még a kvóta népszavazás előestéjén, utána a kvóta népszavazás egyébként eredménytelen lett, és október 19-én fogták el a paplászló László Gergelyt, akkor 23 éves fiatalemberről beszélünk, és attól kezdve gyakorlatilag az volt a hivatalos álláspont, vagy mai napig az, hogy ő egyedül követte el ezt a bűncselekményt. Na most egyébként hozzáteszem, hogy ezt egyébként egészen idáig én is elfogadtam, és most sem mondom azt, hogy én, én, tudom azt, hogy mások csinálták, vagy lenne bármiféle alternatív tettes, de azután, hogy én elolvastam ezeket az igazságügyi szakértői véleményeket, fogalmazzunk úgy, hogy negyed százada ilyen hasonló témákkal is foglalkozó újságíróként egy kicsit a, a hitem megingott abba, vagy bizonyos fajta szkepszis és kétkedés azért keletkezett bennem. Mondjuk ilyen konkrét dolgokat lehet mondani, hogy készült ott egy térfigyelő kamera által rögzített videófelvétel, amelyen rajta van az az illető, akit a később elítélt vádlottal azonosítottak. Na most a magasságmérés szerint 10 centivel alacsonyabb az az ember, aki a kamera által rögzített képen látszik, mint a Pap László Gergely, aki 185 centi, a magasság becslések azok ilyen 170 centi körül kezdődtek, és mindenképpen, vagy még annál is alacsonyabb becslés is volt, nyilván itt ilyen tólig sávokban szokta ezt megszabni a hatóság, vagy a szakértő, Arról nem is beszélve, hogy tudtommal nem volt egy olyan ellenpróba, hogy az elfogott elkövetőt kivigyék a helyszínre, és megmondják, hogy akkor sétálj végig, csinálunk egy ugyanolyan felvételt, ugyanolyan típusú kamerával, és akkor a két kamera felvétel alapján egyértelműen el lehet dönteni, hogy azonos az illető, vagy nem azonos. Aztán most az nyilván megint egy, egy, szubjektívebb szakértői vélemény, hogy a pszichológus szakértő azt mondta, hogy az illető a vallomását nem kellő átéléssel mondta el, tehát nem feltétlenül élményszerű vagy életszerű. Csak az olvasók, nézők tudják, hogy van -e egy beismerő vallomás, amit a feltételezett elkövető, illetve aztán a bíróság által elítélt, terhelt tett, amiben Elismerte a bűncselekmény elkövetését, amelyet aztán visszavont? Igen, ez egy olyan szempontból érdekes történet, ugye, hogy szept, október 19-i elfogásától kezdve februárig, tehát hónapokon keresztül az illető az következetesen tagadta azt hogy ő bármit csinált volna. Februárban tett egy beismerő vallomást, amit később a PER során visszavont, és hát a szavaiból, amit idézek, hogy valami ilyesmit mondott emlékeim szerint, most pontosan nem tudom ezt idézni, hogy annyi sokféle szenvedésen mentem keresztül, ez utalhat arra, hogy valamilyen kényszer hatás alatt tette. Az édesapja az arra utalt, hogy akkor, amikor ő a sa előtt, vagy közvetlenül utána beszélt vele telefonon, akkor ilyen nagyon furcsa volt a hangja, ilyen dezorientáltnak tűnt. És itt jön be például egy olyan... Ami Önmagában, hogyha valaki egy percet nem töltött odáig börtönben, és aztán majd hónapok óta vagy hetek óta börtönben van, akkor dezorientáltnak tűnik a személyiség, az azt hiszem, hogy érthető, függetlenül mindenféle tudatmódosító szerektől. Igen, igen. Itt, itt jön be viszont az a dolog, amit én, aminek kapcsán én ugye a BVOP-t is megkérdeztem, és nem kaptam rá e, e tekintetben egyértelmű választ, hogy az édesapa az kérte, hogy legyen valamilyen toxikológiai teszt, ami egyértelműen bizonyítja, ugye vannak ma már azért ezt, azt hiszem, ugye néha drog drogtesztek felvetődnek a magyar közvéleményben, ma már tudjuk, hogy vannak olyan toxikológiai tesztek, amik akár heteken, hónapokon át kimutatják, hogyha valamilyen ilyen tudatmódosító szer volt az illető szervezetében, és ezeket a Toxikológiai teszteket nem végezték el. Nekem ettől függetlenül, hogy kinek van igaza, és ki a bűnös, ki az ártatlan, felültették -e az illető embert, van egy olyan érzésem, hogy nagyon gyakran van olyan helyzet, hogy valamivel megvádolják az eljáró hatóságot. Hogy ő valamit manipulált, vagy valamit rosszul csinált. És adott esetben nagyon egyszerű lenne bizonyítani, hogy nem, vagy tehetne valami, tehetne olyan lépéseket a nyomozó hatóság, az eljáró hatóság, hogy ezt szerte foszlassa, úgymond. És akkor ilyenkor jön egy ilyen válasz, egy kategórikus nem, vagy egy, egy, egy teljes, igazából érdemi indokok nélküli ö, ö, elutasítás. és ö, Ráadásul itt vannak azért olyan dolgok is a szakértői véleményekben, amik azért nehezebben magyarázhatóak. Tehát ugye, amikor egy robbanó szerkezet működésbe lép, akkor ugye az egy tűzszerész szakértő feladata, hogy ezt megmondja, hogy ez hogyan lépett működésbe, és így kellette annak működésbe lépni, és ez hogyan volt. Viszont ugye itt a hemogenetikai szakértőnek is van teendője, mert amikor valaki összeszerel egy bombát, akkor DNS nyomokat hagy a bomba szerkezetén kívül és belül. Még a kesztyű is van rajta, általában egy amatőr idézőjelbe nehezen tudja megállni, hogy ne nyúljon hozzá valami testrészéhez, vagy valami általa használt tárgyhoz, ugyanúgy átviszi a DNS-t a robbanó szerkezetre. És akkor ezek a DNS nyomok, amik benn vannak a bombába, meg a bombán, a robbanás hatására ugye a szélrózsa minden irányába elrepülnek, és a helyszíneüknek úgy kell összeszedegetni és beazonosítani, hogy van-e rajta DNS nyom, és ha igen, kié. És itt történt egy nagyon érdekes dolog, mert színre lépett egy harmadik szakértő, a forenzikus fizikus szakértő, aki azt tudja megállapítani, hogy ugye a bomba robbanás egy fizikai erőhatás. A szélrózsa minden irányába szétrepülnek ezek a dolgok, és egy forenzikus fizikus szakértő az meg tudja mondani, hogy a robbanás hatására kialakult helyszín, és a helyszínelők által rögzített helyszín, hogy hogyan helyezkednek el a nyomok, azon belül a DNS nyomok, az kialakulhatott-e spontán kiszóródás son keresztül, vagy valamilyen módon megváltozott a helyszín, vagy megváltoztatták. És ez a szakértő, ez aztán lapította meg, hogy annak az esélye, hogy azok a DNS nyomok ilyen vonalba, szinte egyenes vonalba rendeződjenek, annak az esélye 0,004 százalék magyarul, Tízezer robbantást kéne csinálni ahhoz, hogy négy esetben ilyen vagy ehhez hasonló eredmény egyáltalán létrejöhessen matematikailag, és maga a szakértő is arról beszélt, hogy természetes úton ez nem történhetett valószínűleg így, hanem valamilyen okból, a helyszín megváltozott, vagy megváltoztatták, de ez ugye már nem fizikus ennek szakértői kompetencia. Ennek vannak sokkal egyszerűbb magyarázata, és ez persze ez részben válasz arra is, hogy miért nem akar válaszolni egy csomó mindenre a e, nyomokat rögzítő hatóság, illetve azonnak a munkatársai, e, mert lehet, hogy válaszolnak és szerte csomó kétet azzal kapcsolatban, csak megnyitnak 30 másikat. E, és ezt inkább szeretnék elkerülni, hogyha le van zárva. Mert Summa summarum, eh, bontszogathatjuk meg a körúti eh, robbantás és a védelemnek, illetve a hozzátartozónak a, az álláspontjait. Igazából rendkívüli perorvoslathoz eh, mi az, eh, hogy a különböző szakértői véleményeket miként kezelték, illetve szakértők eh, által elmondottak azok milyen súlya estek latba az eljárás során, szóval ez a rendkívüli perolvasathoz kevés. Egy kevés szokott lenni, nagyon leegyszerűsítve két dolog az, ami a rendkívüli hiperolvoslatoknál nyomhat a latba valamit. Az egyik az, hogyha új bizonyíték, perdöntő bizonyíték merül fel, a második pedig az, hogy teljesen egyértelműen jogellenes döntést hoztak, amit utóbb lehet bebizonyítani. Itt ugye egyikről sincsen szó, hanem az, hogy az eljáráson belül miként értékelsz, Bizonyos bíróság előtt tett kijelentéseket. Ami egyébként szerintem önmagában érdekes, amit elvonatkoztatunk az ügytől. Tehát szerintem ezért érdekes, amivel foglalkozol, hogy hogyan is születnek ezek a, a döntések. Térjünk egy kicsikét vissza a politikai szára, mert azt könnyen el tudjuk varni. Mert amikor történik egy ilyen cselekmény, ahogy te is a cikkedet kezdted, meg ahogy ezt a beszélgetést is kezdtük, az ugye valamilyen kontextusban történik egy ország hangulatán belül. És ez a 2016-ban, ez a menekült válság egyik csúcspontja, ö, sőt a menekült ellenes izgatásnak is az egyik csúcspontja. És hogy Kakuk Gyurira utaltál, aki most azon hogy a DK-nak akkor alelnöke volt, ő szintén egy szakmabeli, ráadásul kiváló szakmabeli újságíró volt, tehát ő volt az egyik például, aki a menekültek útvonalát végigkövette, tehát nagyon kevés európai ember egyike, aki eljutott a menekült táboroktól a magyar határig, hogy illegálisan miként kell menekülnie. Meghalt sajnos de az ő megszólalása már olyan, mintha elhelyezné ezt a robbantást valamiben. De most ezt, azért mondom, hogy ezt el tudjuk várni ezt a szállat, mert ami 2016-ban a sajtónak, közvéleménynek vagy a mozoghatóságnak nem állt rendelkezésről, az nekünk már igen. Tehát ennyi évet elteltében meg tudjuk azt nézni, hogy ezt a robbantást felhasználták-e politikai célokra. És az a helyzet, hogy nem. Igen, hát egyébként azért érdekes, amit mondasz, össze is lehet kapcsolni a két dolgot. Valóban, tehát ugye az új bizonyíték itt ugye azt jelenteni, hogy túl kell lépni azon, hogy milyen következetlenségek vagy hanyagságok vagy milyen fajta dolgok történtek a nyomozás során, hanem meg kéne nevezni mondjuk egy konkrét embert, aki ott lehetett, és végrehajthatta ezt a cselekményt. Mint ahogy a, ez a Móri esetben történt, ott az, az történt, hogy ez egy több halálos áldozatot követelő bankrablás volt, brutális kegyetlenséggel elkövetett bankrablás volt, ahol elítéltek amúgy egy nehéz fiút, egy súlyos bűnözőt. Más bűncselekmények miatt egyébként ő tovább ült utána, nem szabadult ki, amikor kiderült, hogy ártatlan Viszont úgy. ebben a konkrét ügyben teljesen ártatlan volt, és akkor eh, került sor egyébként eh, a rendkívüli perorvoslatra, amikor kiderült az, hogy ki a valós elkövető. Tehát körülbelül ilyen súlyú eh, cselekményekre eh, vagy, vagy bizonyítékokra van szükség. Igen, igen, és itt van ennek a perúításnak egy ilyen szála, ami, és itt érdekes a hatóságnak a hozzáállása, vagy a hatóságnak a véleménye, vagy az, hogy ők mit kezdenek ezzel. Hogy az egyik a, a, egy informatikai szakért, igazságügyi szakértőnek a véleménye szerint, ugye voltak a helyszínen olyan emberek, akik, a, hát ugye amikor történik egy robbanás, az átlag ember meg az embereknek azért a túlnyomó többsége az egyféleképpen vagy hasonlóképpen viselkedik, pánikba esik, menekül, fedezéket keres, ez ugye egy evolúciós alapvető emberi ösztön, és itt voltak olyanok a felvételeken, ugye itt úgy emlegetem őket, meg a, mivel nem, 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 ismerjük, nem tudjuk, hogy ők kik voltak, úgy emlegetem őket, hogy a csukjás és a kopasz, ez a szakítói véleményben is így szerepel, akik teljesen másként viselkedtek, teljesen nyugodtan viselkedtek, feltűn, tehát feltűnően másképp viselkedtek, mint az ott lévő úgymond civil vagy járókelő embereknek a többsége, és a Gyakorlatilag a, a nyomozó hatóság semmilyen kísérletet nem tett tudtommal, illetve a védő tudtával arra, hogy kiderítse ki kezek, kizárja őket, kihallgassa őket, meghallgassa őket. Én megkérdeztem erről a rendőri forrásomat, ő azt mondta, hogy egyszerűen egy forgalmas helyen történt robbantásnál, az irreális elvárás, hogy mindenkinek a mobiltelefonos cellakódjait vagy cellainformációit bemérjék, kikérjék, mindenkit meghallgassanak, és egyébként az, hogy valaki másként viselkedik, vagy látszólag furcsán viselkedik, az ember minden, szinte minden ilyen nagy felháborodós keltő bűncselekmény helyszínén találhatnánk ilyeneket, akik pont másként viselkedik, mint a többi. Különbözőek vagyunk, szerintem ebben, én ezt olvastam, a, ebben a forrásodnak szerintem igaza van, mert hogy kinek milyen evolúciós kódok lépnek működésben. Valaki ugye menekül azonnal, valaki viszont a nehéz pénzzel összekuporgatott kocsiához rohan, hogy a, annak a papírjai rendben legyenek, hogyha jönnek ki a jegyzőkönyvezni, hogy itt mi is történt, mert a biztosítónál csak akkor tudja elintézni. Kinek ugye mi a fontos? Igen, igen, és ugye itt, tehát ugye, ugye azt, tehát a, a perújítás során olyan dolgok ö, ö, kerültek elő, ami mondjuk talán ma már, amikor mindenkinek van otthon számítógépe, érthető lesz, ami mondjuk felvet egy kételyt, ami én nem vagyok jogász, tehát nem tudom, hogy ez elvezethete, vagy más ügyekben elvezethet-e egyáltalán a perújításig, vagy ez csak a perújításnak egy szakasza lehet, és mondjuk lehet egyébként, hogy ezt a célt szolgálja ilyenkor egy perújítási indítvány is akár, nem azt, hogy úgymond rögtön kiderüljön az, hogy más volt a tettes, hanem a védőnek is esetleg, vagy a gyanúsítottnak is az a célja, a magát ártatlannak való gyanúsítottnak, hogy indítsunk el valamit, legyen egy nyilvánosság e tekintetben, hát ha kiderül valami, hát ha kiderül egy olyan információ, ami azt bizonyítja, az én verziómat alá, vagy az én verziómat bizonyítja. Itt ugye megint egy olyan kérdés merül fel, hogy mennyire bízhatunk abban, amit a bíróság mond, amit a rendőrség mond. Egyébként etéren van egyfajta bizalom, én ezt tapasztalom, vagy mondhatnám ezt, hogy önbizalom, mert amikor volt a, Zsanett ügy néven elhíresült dolog, amikor rendőrök állítólag az akkori gyanú szerint egy nőt megerőszakoltak vagy szexuálisan zaklattak, és én akkor úgy, hogy nem foglaltam állást az ügyben, vagy nem mondtam, hogy kinek van igaza, csak beszélgettem erről egy akkori rendőri forrásommal, és ő teljesen határozottan állította, hogy rendőr ilyet nem csinál. Hát mondom, én nem mondom azt, hogy az összes rendőr ilyet csinál, vagy mind, rendőr többség, de azért az, hogy egy-egy rendőrnél ilyen előfordulhat, az azért nem, nem, rendőr ilyet nem csinál, és orvosoknál is tapasztalok olyan fajta ilyen összezárást, hogy amikor mondok valami konkrét példát, hogy egy orvos milyen visszaélést követett el, és itt érdekes az, amit a másik cikkelben is... Zsanát, ugye, akkor azért tisztázzuk, mert ez a rendőrségi forrásodat támasztotta végül is, halámi történet mert hogy kiderült a hölgyről, hogy az, amivel a rendőröket vádolta, az nem volt igaz. Igen, igen, csak ugye ott valami ilyen abszolutizált vélemény volt, mert azt én is el tudtam képzelni, hogy a konkrét ügy nem igaz, csak ott az az illető, aki nem azonos a mostani forrásommal, ez ugye 2007-ben volt, akkor egy másik rendőri forrás kérdeztem erről, és ő azt állította, hogy rendőrök általában nem csinálnak ilyet, és itt merül fel az a kérdés. Egyébként szerintem a forrásodnak annyi, az összes ügyre vonatkozik, tehát az ilyen nagyon brutális, kilógó dolgokban ez a fajta ilyen önbizalommal teli megszólásnak azért az adhat alapot, hogy vannak olyan protokollok, amelyeket azért nagyon nehéz áthágni, akár a titkos szolgálatoknál, akár rendőrségnél, akár ügyészségnél, és a többinél. Vannak korrupt rendőrök, vannak korrupt ügyészek, vannak befolyással üzérkedő emberek sokan, de hogy a protokollok, vannak tehát amikor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok mindent kéne ahhoz megváltoztatni, hogy mondjuk egy bűncselekménynek a nyomát eltüntessék, ö, olyanok nem történnek meg. Igen, de az az érdekes, hogy van, van ennek az erőfeszítésnek, amit az állam tesz, hogy ne lehessen ilyen, vagy az állam működésébe beépített garanciális mechanizmusoknak egy olyan része, ami látszik ami nagyon látványosan az állam kifejezetten mutatja, hogy lám, lám, nézzétek meg, hogy miket teszek. Mondok két példát, ugye egyrészt ugye az orvosoknál most a hálapénz elfogadása kapcsán zsinórban, sorozatban, bilincsben vittek el vezető, beosztású orvosokat, hogy lám, bizonyítsuk, hogy itten nem lehet ilyet csinálni, hogy az orvos elteszi a pénzt, és azért kér valami, stb. Ugyanúgy volt már, láttunk olyat, hogy rendőröket azért vittek el, hogy úgymond futni hagytak egy bűnözőt, vagy félrenéztek, vagy bizonyos pénzekért valamilyen körnek, valamilyen védelmet nyújtottak az eljárásukán. Ezt is tudjuk, erre is van. Na most, amire viszont én kérdeztem rá, hogy ugye van ez a úgynevezett provokáló jogsértés, ami azt jelenti, hogy pont fordítva csinálja a rendőr. Tehát nem az, hogy valakit futni hagyjon, vagy mentesítsen, vagy hogy megúszza az illető, hanem valamilyen, nyilván ott is valami utasítás, vagy motiváció, vagy valamilyen személyes meggyőződés alapján, Azért helyez el mondjuk, egy bizonyítékot, hogy bajba keverjen valakit, vagy ezzel vád alá lehessen valakit helyezni. És én ugye erre kérdeztem rá, hogy. Kifejezetten ilyen bűncselekmény miatt, ezt megkérdeztem ugye az Országos Bíróság Hivataltól, a legfőbb ügyészségtől és megkérdeztem magától a rendőrségtől is, hogy van-e erre vonatkozóak valami statisztika, hogy hány ember ellen indult ilyen eljárás, hány ember ellen volt ilyen panasz, hányban volt megalapozott, hány, tehát hányban marasztalták és hányban mondták azt, hogy nem volt alapja és gyakorlatilag az jött ki, hogy nincs. Tehát ni ilyen külön statisztika, ami alapján az állampolgárok, fe tehát ma már azt tudjuk azért, hogy hány, írtam én is ilyen cikket, hogy hány hálampénzes orvos bukott le. Ezeket lehet tudni. Nyilván itt mindig van egy látencia, tehát nem tudhatjuk, hogy hány úszta meg, vagy hányat nem kaptak el, de mégis van legalább valami nyilvánossága ennek a dolognak. És én például erre kérdeztem rá a rendőrségnél, és ez egy olyan dolog, mert ugye okos telefonja, meg számítógépe szinte mindenkinek van. ugye ennek ennek a ö, tettesként elítélt ö, illetőnek, a paplászló Gergeinek is volt egy laptopja. És azt ugye az október, 2016. október 19-i elfogásakor lefoglalták. És ö, ugye ma már egy. Számítógépen több tízezer fájl lehet, tehát az fizikailag manuálisan átnézni, hogy éppen mi van az elfogás pillanatában valakinek a gépén, nem lehet, e, nagyon nehéz lenne. Ezért találták ki erre a hash algoritmust, a hash lenyomatot, ami gyakorlatilag generálnak egy ilyen kódot. Az rögzíti azt, hogy mi van azon a gépen, milyen státuszban van a gép, mi a tartalma. És ha bármit megváltoztatnak azon, a, a hash kód is, ez a 64 tagú karakterlánc is megváltozik. És az elfogás után, több mint egy hónapon keresztül, ahogy ez az igazságügyi szakértői vélemény fogalmaz, maga ez a számítógép egy informatikai szempontból nyitott eszköz volt. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül tettek is rá valamit, vagy csináltak vele valamit. A lehetősége volt meg adott esetben. És amikor azt kérdezem, hogy egyébként sokan kérdezték tőlem, hogy kit érdekel ez ma már, vagy mit számít. Jó, hát lehet, hogy ebben nem volt konkrétan, úgy bűnös, de biztos csinált valamit, ott volt. Ugye az az igazság egyébként, hogy szerintem itt móható azért egy párhuzam az egészségügyjel, hogy nem biztos, hogy azért a mondjuk a társadalom vagy a lakosság tudni akarja. Igaz, van ez a mondás, hogyha szereted a kolbászt, ne nézd meg, hogy készült. Tehát lehet, hogy ez is egy kicsit ilyen, hogyha kórházba megy be az ember, azt a hitet, vagy azt az illúziót is viszi magával, hogy én ott meggyógyulok rajtam, segíteni fognak. Ha pontos tudással rendelkezne a lakosság arról, hogy egy műtét során mennyi minden csúszhat félre, mennyi dolog mehet félre, mennyi dolog okozhatja valakinek a halál, és a kórházi fertőzésekről nem is beszél. Ugyanígy egy büntető eljárás során is a lakosságban van azért még minden ellenére egy bizalom, vagy egy, egy elvárás, hogy legyen meg a tettes, nevezzék meg, fog, ha kicsit hibáztak, vagy mondjuk a helyszínen a helyszínelés nem volt tökéletes, az belefér, tehát, hogy van egy ilyenfajta igény, vagy lelki igény. Ezért nem, nem, nem csak lelki igény ez, hanem meg a, a különböző hivatalos szervek eljárását nagyon sok esetben magyarázza ez a 0,04 százalék, tehát a négy ezreléknyi 0,04, igen, jól mondtam. Hmm eset, hogy mondjuk egy sorban helyezkednek el a DNS hordozók egy helyszínelésnél, az lehet simán és egyszerűen az, hogy megjöttek a helyszínelők, hányak voltak, szétrugták a valakik, és aztán jött egy helyszínelő, és gyorsan lerakta egy sorban ezeket a különböző tárgyakat. Tehát magyarán szóval valaki ott hibát követett el, vagy, vagy vétkes módon megszegte a, a, rávonatkozó szabályokat, de alapvetően nem módosít a nyomozásnak a fő fókuszán. Igen, igen. Ugye itt, 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 jön, itt jön, be ugye az a kérdés, hogy ö, tehát ugye amennyiben a hibának, tehát az ilyenfajta hibának igazából nincs következménye, vagy nincs valamiféle felelősségre vonás, tehát akkor jön a kérdés, hogy megtehető-e az, hogy egyszer kifejezetten nem hanyag hanem tudatos módon rendezek át valamit, vagy teszek oda valamit. Tehát ugye ezek a garanciális dolgok arra vonatkoznának, hogy akár hanyagságból, vagy idézőjel... De rendkívüli per például azt kéne bizonyítani. Tehát hogy ez súlya lesen a ladba, hogy kinek állt érdekében, milyen célból ö, odavinni egy random, semmiféle ö, ö, komoly ügyben, összefüggésben nem hozható emberről DNS mintákat. Igen, hát nyilván, nyilvánvalóan itt egyébként az illető személye annyiban érdekes, hogy ő korábban egyébként ez felmerült, hogy valamilyen formában ő kapcsolódott így ezekhez a migránsoknak a szállításához, vagy volt egy ilyen szál, hogy ő közreműködött ilyen, nem is tudom, tehát hogy volt, volt, egy, volt egy ilyen szál, hogy migránsokat fuvarozott, de nyilvánvalóan ezzel azért nem volt egyedül az országban, aki ilyenre és fogom, még egyszer, ez a fajta politikai magyarázat, ez nagyon gyorsan le is került az ügyről, mert nem használta senki. Tehát ugye, ez akkor lett volna releváns, hogyha mondjuk van egy olyan kormányzati kampány, amely lám-lám, a menekült bizniszben utazók, azok még a magyar rendvédelmi szervekkel szembeni erőszaktól sem riadnak vissza, de hát ilyen nem igen, volt. Igen, egyébként érdekes módon ugye a maga édesapja a... Paplászló Gergelynek ezt ugye védő körülményként hozta fel, hogy hát a fiam, mivel így migránsokat szállított, ő abban volt érdekelt, úgymond, amit már egyszer ugye felvetődött a szervezet bűnözés és a, a szolid üzletmenetben, hogy ez, a, ez, 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 továbbra is működjön, hogy ő tudjon migránsokat szállítani. Miért lett volna érdeke, hogy akkor egy ilyen robbanással úgymond ezt a bevételi forrását elveszítse, vagy veszélyeztesse, és sokkal kockázatosabbá tehesse. De egyébként, ugye. Az... A, a konkrét ítélet szerint egyébként ö, ö, mi a kétel kizáró motiváció? Mert az, hogy ő szolgálti fegyvert akart szerezni, igen. És aztán továbbiakban mi volt a, a bíróság szerint az elképzelése a fiatalembernek? Hát igazából ez a, ez, a, ez a jó kérdés, mert nagyon, nagyon, tehát nagyon, gy, nagyon gyenge gyengén áll ez a történet. Tehát, hogy egyrészt elvileg az lett volna a motivációja elsősorban, vagy a leg, tehát ez lett megnevezve, hogy ő megszerezze a rendőröknek a fegyverét. De utána mégsem szerezte meg, tehát hogy tulajdonképpen amikor a rendőrök ott harcképtelenül, ugyan nem haltak meg szerencsére, de mégiscsak harcképtelenül egy ilyen fajta robbanás után maga ott feküdtek, akkor nem vette el ezeket a fegyvereket, tehát igazából a robbantásnak még ez a fajta értelmesen volt. Ugye a, a rendőri, rendőrségi forrásom az utalt egy ilyen dologra, hogy volt egy ilyen eset már a magyar kriminalisztikában, ugye Sós Lajos a 79-es rendőrgyilkosságért kivégzett Sós Lajosnak a motivációja az volt, hogy ő azért ölte meg a rendőrt, hogy megszerezze a fegyverét, de hát azért manapság már szerintem azért ennél könnyebben is lehet fegyverezni. Egyébként mondjuk én, tehát azt szeretném hozzátenni, hogy én abszolút nem vagyok mondjuk ennél híresebb, vagy ennél nagyobb port kavart, vagy nemzetközi szintű merényleteknél, vagy politikai gyilkosságoknál sem az összeesküvés elméletek híve. Tehát én nem abból indulok ki, amikor elkezdek vizsgálni ilyet egy riportban, hogy itt feltétlenül egy csoport volt az, amelyik ezt elkövette, tehát nem vagyok ilyen értelemben részrehajló. Én például el tudom képzelni, el is hiszem, vagy ennek adok nagyobb esélyt, hogy Lee Harvey Oswald egyedül ölte meg az Egyesült Államok elnökét, és akár ha most itt utalunk a most történt merényletekre, ott azért például számomra a ficó merénylethez hasonlóan feltűnt egy ilyen érdekes lélektani jelenség, ami politikai merényletek kapcsán nem nagyon tűnt fel eddig. Más kontextusban tűnt fel az áldozathibáztatás, amikor gyakorlatilag ilyen posztok jelennek meg, hogy hát tulajdonképpen ebből neki volt haszna, és ez kicsit még úgy jelenik meg, hogy még azt is sajnálják az áldozattól, hogy őt meglőtték, mert ő neki ez jó lesz, tehát ő ebből. De politikailag... Ha már meglőtték, akkor a akkor -e túl. Igen, Igen de ez, ez, ez mondjuk szerintem nem a konkrét esetekre, hanem a 2024-es világra. Mond, vagy világról mondásokat. Térjünk vissza viszont a maga konkrétságában és a motivációkhoz is, mert szerintem a legjellemzőbb egyébként az, akár a nyomozó hatóságokról van szó, akár a bíróságról magáról, hogy szemben a 2002-es Múri ügyjel, amelynek egyébként a tévesítéletnek szerintem a fő motivációja szintén a kényelem volt. Tehát, hogy találtunk egy nehéz, súlyú bűnözőt, akit ilyen mindenféle közvetett módon kapcsolatba tudunk hozni morral, meg a bankrablással, akkor az biztos úgy van, menjünk már tovább, mert szeretnénk ezen az ugyan túl lenni. Hogyha ez a fiatal ember az elkövető, amit ma jogerősen úgy gondolunk, hogy ő az elkövető, az még nem azt jelenti, hogy ugyanilyen kétséget kizáró módon a motivációkat is feltárták. Tehát, hogy a bíróság könnyebben mondja azt, hogy magányos elkövető, ha már tudja, hogy ő az elkövető, ezt annyi bizonyíték közvetett és közvetlen mutat rá, hogy ezt be tudják azonosítani. Egyszerűen lehet, hogy nem akarnak tovább menni, tehát, hogy mondjuk a fiatalember kapott valakitől megbízást, hogy ő kövessen el egy robbantást, bárkitől, mert ezzel megint olyan utakat nyitna meg az igazságszolgáltatás, ami inkább nem akar, hogy akár ő, akár a közvélemény tovább menjen, hogy kiadhatott megbízást, hanem el, inkább lezárják az hogy magányos elkövető volt. igen, tehát egyébként ez is, ez is egy érdekes történet, tehát hogy a, a motiváció, hogy ez a, ez a fegyverszerzés, ez azért szerintem is egy gyenge pontja ennek a történetnek, hogy pusztán azért, hogy megszerezze a fegyvereiket, akkor egyébként ugye az öngyilkos, tehát amikor például összevetjük az ilyen típusú merényleteket, akár a, 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 az öngyilkos merénylőkkel, ami nyilván itt nem ugyanaz a helyzet, meg nem ugyanaz a motiváció, de ott is van olyan, hogy az öngyilkos merénylő Mellényén van egy olyan távvezérlésre is lehetőséget biztosító adóvevő, ami lehetőséget biztosít arra, hogy akár távolból is, ha mondjuk mégsem akarna erre az útra Annyira öngyilkos lenni. Annyira öngyilkos lenni, akkor, akkor ez távol is. Ugye itt Felmerült ez is, hogy ugye a, annál a rádió vezérlő szerkezetnél ilyen részletekbe is belement az ítélet. Ugye vannak ezek között a szerkezetek között úgynevezett fix kódosak, meg ugró kódosak. Az ugró kódos az annyiban egy biztonságosabb abból a szempontból, hogy az mindig generál egy újabb, meg egy újabb kódot, és azt azért úgy nehéz, nehezebb feltörni. A fix kódos az értelemszerűen ugyanazzal a kóddal dolgozik, tehát ott van esély arra adott esetben, hogy a távolból valaki más is aktiválhatja, vagy felrobbanthatja. Tehát akkor belemehetünk egy ilyen dologba, ez nyilván spekuláció, de lehet adott esetben egy olyan történet, és most nem is akár a konkrét esetről beszélünk, hogy a elkövetőnek valaki azt mondja, azért volt már ilyen a történelemben, hogy vigyél el egy csomagot A pontból B pontba, ugye a, a fiatal ember egyébként ugye a migráció kapcsán ilyen szállítással, fuvarozással egyébként foglalkozott. Mondjuk azt mondják az illetőnek, de akár egy, egy, ha most tényleg csak egy, nem is a konkrét esetről beszélünk, vigyél el valamit A pontból B pontba. Nem biztos, hogy ebből következik, hogy ő tudja azt, hogy robbantani fog, vagy ez robbanni fog. Tehát ezt a fajta dolgot igazából szerintem nem. Ó, de akkor meg védekezne ezzel. Ez lenne a kontrolius eljárásnak a lényege. ugye? ugye ez Lehet, egy... akkor nem szokta elmondani, hogyha egy nagyobb büntényt fedez ezzel, hanem csak kitartaná, hogy nem követte el. Tehát hogy mondjuk ő pontosan tudta, hogy merényletre készül, csak nem erre. Igen, egyébként ez érdekes, maga, maga a, a, a fiatalember, tehát a paplászló Gergely az olyan szempontból Érdekes ebben a történetben, hogy az hát az édesapja is úgy nyilatkozott róla, hogy azért valamilyen módon ő befolyásolhatóbb vagy naivabb az átlagnál. Nekem eszembe jutott egy konkrét amerikai ügy, a Brendan nek az ügye ugye ez a Steven Avery ügyhöz kapcsolódott, ez egy gyilkosság volt az Egyesült Államokban, és volt ott egy, hát mondjuk így, hogy egy eléggé nehéz felfogású, az átlaghoz képest szociálisan kevésbé beágyazott, egyébként ott még fiatalkorú is volt az illető, és gyakorlatilag az a gyanú merült fel, hogy a rendőrök egyszerűen rádumálták arra, hogy ő tegyen vallomást, és itt is ez a szál, ez így benne van magában a peruitásban is, hogy én is megkérdeztem ezt az édesapától, hogy hát ha nem ő volt, akkor miért vallotta be? De ma már azért elég sok dokumentumfilm, meg kriminalisztikai szakmunka készült arról, ami átlagemberként nekem is rögtön ez az első kérdésem, de van azért olyan... Atmoszféra, vagy van olyan légkör, aminek a hatása alatt előfordul ez, hogy emberek általuk nem elkövetett, vagy nem csak általuk elkövetett tetteket magukra vállalnak és bevallanak. Tehát, hogy van egy olyan fajta, mondjuk ez, amit, amire te is utaltál, hogy amikor bekerül valaki egy ilyen rendszerbe, mondjuk egy olyan ember, akinek a, a szociális kapcsolatai vagy a személyisége ilyen téren amúgy se volt nagyon fejlett. Tehát egy, egy magának való ember bekerül egy ilyen helyzetbe, akkor rögtön megpróbál alkalmazkodni ehhez a helyzethez, és ezt adott esetben akár túl is alkalmazkodja. És hát volt erre egy utalás, hogy van olyan, aki mondjuk, akinek mondjuk ilyen a személyisége, mondjuk etéren fejletlenebb a személyisége egy átlagos felnőtt emberrel összevetve, Könnyen lehet az is, hogy mondjuk el tudok képzelni egy ilyen helyzetet, és akár nem is a konkrét esetre vonatkozólag, hogy van egy olyan ember, aki mondjuk a felfogó képessége, a személyisége, a szociabilitása, hogy így mondjam, az átlaghoz képest azért alulfejlett, és akkor már hónapok óta gyűrik, gyúrják őt a e, e, nyomozók, és akkor akár mondjuk egy folyosói beszélgetésben informálisan, talán nem is ezzel a szándékkal elhangzik egy ilyen, hogy figyelj, hát hónapok óta szenvedünk itt ezzel, hát mondd már, meg nekem is könnyebb, akkor mindenki idézőjelbe hazamehet, végre e, 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 ki mozdultunk a holdpontról, ha se értesz vele egyet, akkor, akkor visszavonod, és ha, ne, ha nincs igaza, igazunk, akkor majd még a Kár, kártérítést is kaphatsz, ez ugye egy elhangzott. El tudok képzelni egy olyan szituációt, ahol valaki számára ez akár ilyen teljesen életszerű, vagy elképzelhető, tehát, hogy... De jó, csak ez mondjuk a helyszínen talált DNS-ekkel együtt sok, és főleg annak életszerűségével, mondom még egyszer, egy random embernek a, a DNS-ét mércipelné valaki oda. Tehát, hogy ez, ehhez, ehhez azért kéne egy olyan... Mögöttes sztori, ami magyarázná ezt. De mondom, ilyennel nem rendelkezünk. Igen, egyébként én annak is próbáltam ö, ö, utána nézni, hogy, hogy tehát próbáltam, nyilván próbáltam nemzetközi példákat találni, hogy, és ezért zavart engem kifejezetten az, mert más, más ö, ö, országokban azért van példa arra, és indult büntető eljárás emiatt, hogy egy rendőr konkrétan egy büntető eljárásban valamit odahelyezett. Nekem az a zavaró, hogy a hatóság ez bizonyos értelemben így kizárni sem akarja, vagy eloszlatni sem akarja ennek a gyanúját, hanem. És itt térünk rá egy olyan dologra, és ebben kíváncsi lennék akár a te véleményedre is, hogy Magyarországon az van, hogy még egy jogerős döntés után is se a bíró, se a nyomozó, se az ügyész nem, nem állhat elő azzal, hogy leülök és egy interjúban érthető módon idézőjelben jogi nyelv nélkül elmagyarázom a nézőknek, hogy miért van nekik nekünk igazunk. Itt például meg, 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 megpróbáltam megkeresni az államnak a forenzikus fizikus szakértőjét, hogy mondja el, hogy hát lehet ez másképp is, nem biztos, hogy a védelem szakértőjének van igaza, és ö, a NSKK nevű ugye, Nemzeti Szakértői Tudományos Kutató Intézet azzal utasított el, ez még mindig egy folyamatban lévő ügy, pedig hát ugye tudjuk, hogy ilyen értelemben folyamatban lehet ez akár kis a 20 évig is, ezt elvihetik még mit Strasbourgba, bárhová. Tehát az Egyesült Államokban konkrét, hasonló vagy akár súlyosabb ügyekben is a vezető ügyész, a vezető nyomozó évek múlva a jogerős után, amikor újabb és újabb kételjek merülnek fel és ugyanilyen jogorvoslatok történnek, a, a Making a Murderer című Netflix dokumentumfilm sorozatban lát, magam is láttam, meggyőződtem erről, hogy leül egy TV stúdióba és elmagyarázza a nézőknek, hogy szerintük ők miért dolgoztak jól, miért nincs igaza a védőnek vagy a védő védelem szakértőinek. Magyarországon ez nincs, hogy a védelemnek van ilyen értelme egy arca, egy, egy ügyvéd adott esetben tud szimpátiát kelteni, hogy elmondja, hogy ő egy ártatlan ember védelmében harcol, a másik oldalon ilyenkor már egy arctalan állam van, Magyarországon legalábbis. Tehát nem jelennek meg a rendőrnyomozó, nem jelenik meg az ügyész, hogy ne, nem, nem kell neki igazából semmi pluszt mondania, hanem elmondja azt, hogy hogyan jutottunk ide, hogy mi azt gondoljuk, hogy ez az ember már pedig igenis bűnös. A kontinensen ez az inkább általános, és az amerikai pedig a kontinenstől alapvetően eltérő modell. Ez az etatista társadalom és detadikusság társadalomból kérdővő államfelfogás, hogy a, van a neutrális, sem politikailag, sem érzelmileg, sem kulturálisan, se-se, hogy nem elkötelezett bíró, amelyik az állam nevében kimondja a verdiktet, és akkor az úgy is van. Ezzel szemben meg ugye az amerikai felfogás, egy bírónak is van világnézete, és szírjuk ki, vitathat, sőt, hát ugye az igazságszolgáltatás és a, a, politikai élet az sokkal inkább fonódik egymásban az Egyesült Államokban egészen annyira, hogy a választanak igazságszolgáltatás bank kulcsfontossággal bíró szereplő. Sőt, lehet tudni a le legfelsőbb bíróság bíráiról, hogy ki a idézőjelben demokrata és ki a hát republikánus. Nem is annyira idézőjelben, hanem egészen nyíltan. De ehhez ugye egy teljesen más sajtómodell kéne, tehát azért, mert valaki republikánus vagy demokrata bíró, ez nem azt jelenti, hogy a demokrata párt vagy a republikánus pártnak a kiáró szerve. Ezt Magyarországon, de még Németországban se hinnél senki. És egyébként, mivel mondjuk te utaltál rá többször, hogy téged mondjuk a riportomban nyilatkozó rendőri forrás több ponton akár meggyőzött, vagy meggyőzőbbnek tartottad azt, tehát ilyen értelemben akár veszélyese lenne annak, hogy kiáll egy szak, ilyen szaknyomozó, tehát nyilván nem a országos rendőr főkapitány adna egy ilyen interjút, ismerek azért én is olyan nyomozókat, akik tudnak hasonlóan rokon szemvesek lenni a másik oldalról, mint egy ügyvéd. Tehát ennek igazából nem lenne akadálya. Na jó, de erre te mondtad el előbb a, a cáfolatot a, a kolbászkészítésnek és a, a, a kolbász szeretőknek a kapcsolatával. Ez abban az esetben, hogyha kiderülne az, hogy ott mindenféle csetlő, botló, húsvér emberek hozzák ezek a döntéseket, és nem az elvonatkoztatott szakma, abban az esetben a némileg infantilizált társadalmak elvesztik a bizodalmukat. És amikor szerintem a leglényegesebb pont a cikk a, a ami ettől az ügytől teljesen függetlenül áll, az pont a szakértői beszámoló. Tehát, hogy a szakértők hajlamosak a saját magukat annyira komolyan venni, hogy, hogy túlterjeszkednek azon, ami tudnának mondani, ezt ugye évekkel, négy évvel ezelőtt, három-négy évvel ezelőtt kiválóan láttuk, amikor azért, mert valaki úgy gondolta, hogy ő ért a mikrobiológiához, azért már is meg tudja mondani, hogy hogyan kell az embereknek élni, úgy általában. Lehet, hogy simáns egyszerűen, amikor egy testmagas más becslésbe bonyolódott egy szakértő, amit aztán megdöntött a valóság, hogy simáns egyszerűen elrugaszkodott a saját szakmájától. Ő, ő elhitte magának, hogy omnipotens. Ez nagyon gyakran előfordul a el, szakértők. És, és legyünk ilyen értelemben ö, 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 akár önkritikusak, tehát hogy itt volt már olyan cikkem, ahol ezt konkrétan le is írtam, hogy ahogy egyébként egy, ö, tehát a a, a, a Dénes esetéről szóló ö, filmben volt egy ilyen jelenet, amikor az egyik rendőr már kétkedik, hogy tényleg ő lehetette, és a másik, az Eperjes Károly által alakított magasabb rangú rendőr, főtiszti, így ráordít, hogy mondjál egyetlen esetet, amikor a rendőrt azért léptették elő, mert megállapította a gyanúsítottról, hogy ártatlan. Tehát, hogy van egy ilyen dolog, hogy nehéz bizonyos értelemben magunk ellen beszélni. Újságíróként is csomószor van olyan, hogy látom már, hogy egy adott cikkből még annyi se jön ki, hogy ez megjelenjen. De akkor még fut vele az ember egy kicsit, mert nehezen adja fel, hogy most már egy csomó energiát belefektettem, és akkor most mégis ne nehéz azt kimondani, hogy ebből a cikkből inkább ne legyen semmi, mert ebből per lesz, és ezt el fogjuk bukni. Ugyanígy van egy ilyen fajta De történet. Nem is lesz per, hanem megírod, ö konkrét szereplők nélkül, csak parabolaként és mindenki tudja, hogy miről van szó tehát még ez sincsen benne, hogy a, a következményektől félsz, már mint a helyreigazítás, illetve személyiségjogédelemé következményektől akkor is ez a, ez a kalapácsod van minden szögnek látsz, tehát elején van egy meggyőződése többnyire a, mind a nyomozónak mind az újságírónak, hogy mi az, amit látni akar, és akkor azt fogja látni és ezt, hogy mondjam, ezt, 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 fokozottabbá teszi az a fajta influencer kultúra, ami elburjánzott, mert egy oknyomozás során, tehát a tényújságírásban, az adatújságírásban azért megvan az még ennek ellenére is, hogy ahogy haladok előre, vagy haladunk előre egy cikkben, azért fokozatosan azért egy kicsit módosul az álláspontunk, ahogy újabb és újabb források jönnek be, dokumentumok, egy kicsit azért kezdünk óvatosak lenni, kicsit azért nem, bizonyos dolgokat, amiket sejtünk, vagy gyanítunk, nem mondunk ki, mert úgy érezzük, hogy nincsen rá bizonyíték. Ehhez képest mondjuk a vélemény műfajban ott tényleg megvan ez, hogy egyrészt ugye ki kell mondani a frankót, tehát hogy valamit mondani kell, hogy mi, szerintünk itt mi volt, és általában a, a véleményalkotásnál azért nagyon erőteljesen megvan az, hogy rögtön tudom, hogy mi történt, hogy én tudom. Tehát a véleményben benne van, ugye Nem, volt, ami... Szerintem diffúz az érvelésed, és ellentmondasz magadnak. Mert amit számon kérsz a magyar jogrenden, a magyar eljárásokon, az pont a, az ellentéte annak a működésnek, amelyet most kárhoztatsz. Mert az Egyesült Államokban pont azért tud működni az, hogy felcímkézhető a bíró, a serif, bárki, a demokrata, republikánus, és a többi, mert hogy a vélemények ütköznek. Hogy kidobják az ember személyiséget a saját meggyőződésével együtt a placra, és azt lehet mondani, hogy pro és kontra, akkor vitázatok róla. Itt pedig ugye Pont le van folytva a vélemény, a vélemény alkotása azzal, hogy ez a neutrális állam, meg a szakértő, amelyik megmondja, és a vélemények ütköztetésére nincsen lehetőség. Hát igen, csak itt, itt, itt pont az a probléma, hogy a, a vélemények az igazá, azok igazából megvannak. Nyilván mindenkinek van egy adott véleménye akár egy bűncselekményről, tehát az, az önmagában nem tiltott, hogy neki. Nem csak a bűncselekményről van a egy a bíró meg... személyének megítéléséről, illetve az, hogy most ő mit csinál. De a 2002-es Múri mészárlás ügyében az egyik legnagyobb tekintéjjel rendelkező büntetőbíró hozta a hibás ítéletet. Ő a Magda Marinkó? Mindegy, hogy kicsoda, mert most már tényleg eltelt 22 év azóta, én tudom ki a nevét, mert a nevét is tudom az illetőnek, nincsen egy túl ritka neve egyébként, de hogy az, hogy milyen motivációja van az ítéletnek, az, az Egyesült Államokban ezekkor egy ilyen hosszú véleményalkotási pro és kontra folyamat veszi a kezdetét. Tehát például a saját tekintélyének a öblössége, a kinyilványtása. Magyarországon ez a reszjudikát a kétségbevonását jelenteni. Tehát a jogerős ítéletet, hogyha a bírónak a személyét elkezdett cincálni. Én nem mondom az ítélet, én azt gondolom, hogy a, a vélemény nyilvánítás eltagadása a hiba. Tehát az például szakértői, megkérdőjelezhetetlen szakértői állásfoglalásban van bugyolálva egyébként megdönthető emberi vélekedés. Hát igen, de ugye a szakértő az elvileg idézőjelben, vagy nem tudom, hogy lehet, hogy szó szerint, de fel van esketve arra, hogy neki az igaz. Ugye ezt én csináltam riportot a, Igazságügyi orvos szakértőkről is, és hát ő így fogalmazta meg az egyik nyilatkozó szakértő a álláspontját, hogy mi nem a beteg oldalán állunk, vagy nem az orvos oldalán állunk, hanem az igazság oldalán állunk. Na most itt ez egy jó kérdés, hogy Magyarországon, ha egy szakértőről beszélünk. csak ezt egy ember, mondja, akinek még akkor is, hogyha sok tudományos fokozata van, sincsen a zsebében a bölcsek köve. Igen, csak hogy itt az a kérdés például, én elég sok cikket írtam kórházi halálesetekről, meg orvosi műhibákról is, azért ilyenkor mindig az a kérdés például, hogy hajlandó vagy-e arra orvosként, korboncnokként, hogy te mondd ki akár a saját kollégádnak a hibáját. Tehát amikor mondjuk nem egy orvosi, egy igazságügyi orvosszakértő el egy boncolást, hanem a kórház korboncnoka, hogy ott hogy történtek a dolgok, akkor neki tulajdonképpen az ott dolgozó vele egy kórházban dolgozó kollégájáról kéne kimondani, hogy te hibáztál, és emiatt lehet, hogy börtönbe kerülsz, lehet, hogy súlyos kártérítést kell fizetni. Ugye ez a kérdés, hogy mennyire tudok egyrészt magam ellen beszélni, mennyire tudok akár a legjobb barátom vagy a kollégám ellen beszélni, elmondani azt, hogy igenis történt egy hiba, és a rendőrségen belül, vagy az ügyészségen belül, és ez a kérdés, hogy amikor már eljutottunk addig a pontig, hogy na igen, akkor itt ebbe az irányba megy a nyomozás, akkor, akkor, akkor van -e, és ez most független az adott ügytől, hogy van-e olyan, aki előáll azzal a népszerűtlen véleménnyel, hogy bocsánat, hát ugye, ha már a mórt említett... te teljes egészében ki fogják csinálni a karrierjében. Mondom még egyszer, két modell van. Itt, ha a C érdeket sérted, abban az esetben ennek következménye lesz. Ez valószínűleg a szakmát nem folytathatod. Nagy, nagyon jó példa erre, amit a Kovács Lajos leír a Mór megtette című memóriában. Ugye ott a Móri eset kapcsán ő volt az, aki hát, hogy mondjam, ilyen szkeptikus vagy kétkedő hangokat kezdettől fogva mondott, akár a kiglicsatilla, csatilla, tehát kvázi a Vamzer vallomása, akár a Dog, tehát ő is próbálta ezt a ördög ügyvédjét képviselni ott végig, és azt mondta, hogy amikor megvolt az igazi tettes és ahogy az elmondta azt, hogy hogyan lőttem le. Ugye valami olyasmi volt itt a történetben egyébként, hogy nem azt mondta, hogy ő lőtte le, hanem kitalált idézőjelbe egy fantom tettest, aki, akinek a nevében úgymond elmondhatta, hogy hogyan történt, mert nem akarta így magára vállalni, de azt mondta, azt írta a Kovács Lajos, hogy utólag ott már láttam azt a részletességet, ami egy, azt az élményszerűséget idézőjelbe, ami egy valódi tettes beismerő vallomását hitelesíti. Tehát ugye, na és itt vetődik fel az, amit elhangzott itt a konkrét, hogy, hogy amikor van egy vallomás, hogy az mennyire élményszerű, és abban neked igazad van, hogy akkor lehet, hogy a motiváció oldaláról is megközelíthetjük ezt, hogy az, hogy bevallotta valaki, az nem feltétlenül arról szó, hogy ott volt-e a helyszínen, vagy nem, ő csinálta-e, vagy nem, vagy mit csinált ő, az, hanem maga, maga, az, hogy a motiváció mi volt, és emögött, most mondom, tehát mondok egy ilyen egyszerű példát, hogy valakire, aki amúgy is ezzel foglalkozik, hogy A pontból B pontba elvisz tárgyakat, embereket, megmondják neki, hogy figyú, ezt az adott dolgot viddel. el oda. Tehát, hogy ilyen dolgok lehetnek. Én nem mondom, hogy erről van szó, szóval itt megint az van, amit a bűn bűnügyi nyomozásban ugye verzióknak neveznek. Felállít maga a nyomozó is verziókat. Na most, amikor megtörtént az ítélet, és akkor van egy vélelem, vagy akár egy halvány gyanú, hogy ez nem teljesen így történt, vagy másként is történhetett, akkor ugye megint azt csinálja egy védelem által, egy védelem által készített perúítás is, hogy ellen verziókat ad. Hát én egyébként azzal nagyon nem, hogy mondjam, nem vagyok kibékülve, vagy nem lennék kibékülve, hogy egy, tehát egy szakértőnek elvileg tényleg hozzám képest, aki azt mondom, hogy nekem lehetnek mindenféle szubjektív vélelmeim, valahogy neki tudnia kell, úgymond függetleníteni. Most elhangzott azt hiszem, nem, nem tudom már ki volt az a újságíró, aki valamilyen ilyen hasonló podcast műsorban nyilatkozott még a korábbi időszakáról, hogy ő egy magyar hírszerkesztőségben dolgozott, és azt mondta neki a főnöke, pont amerikai elnökválasztás hogy hogyha csak egy fintort meglátok az arcodon, amikor A vagy B jelöltet adod elő, hogy rokonszem vagy ellenszem, akkor ki vagy rúgva. Tehát, hogy valahol ezt, ami az ember arcára... De, de, de akkor sem tévedhetetlen egy szakértő. Tehát, hogy a önmagában az, hogy amikor ő saját magáról elhiszi, hogy tévedhetetlen, akkor ott már problémák lépnek fel, meg sűrűs személyiségzavarok. Tehát ö, érted, a legkülönbözőbb szakmákat csinálhatjuk nagyon-nagyon régóta, akkor sem gondolhatjuk azt, hogy minden csinyált binyát fogjuk tudni, és minden egyes időpillanatban minden konkrét ügyre vonatkozólag megfelelbezhetetlen lesz az ítéletünk. Egyébként ebben ez azért is egy jogos kérdés, mert a, régen a beismerő vallomás volt a bizonyítékok királynője, ma a DNS a bizonyítékok királynője, és nagyon érdekes, volt egy ilyen megkérdezhető bizonyítékok címmel egy, egy, egy ilyen dokumentum sorozata. ami azért érdekes, mert pont ezeket, a, a, konkrétan a videós azonosítást, a DNS azonosítást, hogy a DNS az hogyan tud ö, ö, keveredni, vagy hogyan tud más DNS-ekkel kereszteződni egy adott mintában, és hogy adott esetben ö, mennyire nem ö, biztos. És Amerikát hoztuk, ö, ott ugye megtörtént az, konkrétan egy bostoni törvényszéki laborban, Massachusetts államban, ebből volt egyébként egy bírósági eljárás után a büntető eljárás. Konkrétan egy, egy ilyen, azt hiszem, vegyész szakértő, aki ott dolgozott a laborban, mindenféle szempontból képesített, akreditált, felesküdött ember, azért, hogy az ügyészeknek kedvezzen, vagy hogy valamilyen módon valami megfelelési kényszer által vezetve, manipulálta a mintákat, és amikor kiderült, ez ráömlött az egész a, a Massachusetts állam vagy Boston teljes igazságügyi rendszerére, mivel az illető nem egy darab mintát elemzett, hanem több ezret, évekeni, és minden mintára rávetült, és itt van az, amit te mondasz, hogy ha teljesen igaza van a hatóságnak, hogy ő volt a tettes, de ennek kapcsán felmerülnének ilyen dolgok, hogy hogyan bánunk a bizonyítékokkal, hogyan zajlik egy helyszínelés, akkor ez Más ügyekben ugyanúgy visszaüthetne az államra. Tehát, hogy. És nálunk meg nem működik az a fajta amerikai modell, hogy ezeket azért feltárják, és akkor. És valami... vitatkozzunk róla? Hát pedig igen, ez lenne. Tehát pont, pont nem a véleménynyilvánítást tartom én itt a rák a dolognak, hanem inkább a vélemény véleménynyilvánításból van szerintem kevés már, mint a... A véleménynyilvánítás alatt nem a, az egyszavas identitás megerősítéseket érte, hogy már pedig én ide tartozom, tehát annak hiszek, akinek hinni akarok, hanem tényleg egy kifejtett álláspontokat és azoknak az ütköztetését. Hát itt, a, itt nyilván én is elsősorban ezekre az egyszavakban kifejtett történetekre. Hát azok a kommentek. Tehát igen, tehát, hogy de azért az egy kicsit ijesztő, amikor tényleg egy politikai merénylet kapcsán előállnak ezzel, tehát az illető még ott vérzik a színpadon, még éppen levitték, és akkor elkezdik ezt boncolgatni, hogy na de ez azért neki használt, mert ő most lelövette saját de magát, úgymond. Ez most tehát... már másfél napja figyelem, egyfelől van ez, tehát mindenféle orientálás nélkül, ezt már tudja a közönség egy része, amelyik nem szimpatizálom meglőtt emberrel, hogy ez biztos megrendezte, de hát a saját szakmánknak különböző felkent emberei, világszerte, a magyar sajtói bezárva, meg egy Trump elleni merényletből meg azt hozzák ki, hogy mi a baj Elon musk és az x -el. Mert hogy ott mindenféle dezinformációk meg konteók terjedhetnek. Ezért Lőnek rá a dezinformációval azonosított elnökre, vagy itt nekem ez nem stimmel. Ennek ellenére ez teljesen bevett lapokban jelenik meg. Ami vele ez egy, egy, egy szál, vagy egy ilyen párhuzam lehet, vagy egy ilyen kontraszt, ugye a fegyverszerzés témája és a motiváció, hogy azért Magyarországon egy átlagembernek valóban azért az Egyesült Államoknál jóval nehezebb fegyverhez Jutni. És egyrészt engem az érdekel, hogy most, hogy ez történt, mondjuk republikánus szinten átértékeli ez mondjuk a fegyvertartásnak a szabályozását, vagy lesz-e etéren valami meghasonlás, hogy mégiscsak az történt, hogy egy merényletnek egy olyan oka is lehet, hogy valaki nagyon e, könnyen jut fegyverhez, vagy ha itt a hivatalos álláspontot elfogadjuk Magyarországon, itt meg az volt a bereilletnek az oka, hogy ő nagyon nehezen tudott fegyverhez jutni, és még azt a áldozatot is idézőjelbe vállalta, hogy akkor. Fe... Bár nekem ez abból a szempontból egy picit meg fura, hogy ugye a bomba azért az egy ütősebb fegyver, mint egy lőfegyver. A lőfegyver azért több embernél lehet. Most azt gondolná az ember, hogy aki már egy bombát tud csinálni, az már nem így. Jut mondjuk, mert ugye a két hogy mondjam, a szubkultúra, is hát igen, szub, szubkultúra azért találkozik szerintem egy kicsit az a szubkultúra, meg bombákat állít elő, állít elő azzal, azzal, aki meg azzal, lőfegyvereket lőfegyvereket. szerez be. Tehát, hogy, Na most itt ugye a amerikai vonatkozásban az meg egy érdekes történet, hogy valóban ott például azt a részét a történetnek, hogy a fegyvereket, tehát például hallottam erről volt valami na még sokkal régen, tehát nem most egy ilyen dokumentumfilm, hogy a demokraták Nyilván próbálták, mindig is, ők voltak inkább egy kicsit, hogy a egy kicsit úgy ö, ö, jobban regisztráljuk a fegyvereket, jobban ellenőrizzük a fegyvereket, úgy, jobban tudjuk visszanyomozni a fegyvereket, és hogy állítólag ilyen is volt, hogy a hivatalokat még viszont ö, még direkt így le is butították, hogy még csak ilyen egységes hogy hívják, nyilvántatási rendszer se lehessen. Ugye az Egyesült Államokban ez amúgy is ugye a személyi igazolványtól kezdve, hogy akkor jön a nagy testvér, vagy hogyha megfosztanak bennünket a fegyverektől, akkor szintén jön a nagy testvér. Tehát, hogy van egy ilyen fajta. Ez egy érdekes dolog, hogy ez például mondjuk mennyiben befolyásolja a fegyverekhez való, vagy a fegyverek birtoklásához, a fegyverek használatához, vagy annak korlátlanságához, vagy korlátozottságához való viszonyt, vagy az, hogy itt, itt Magyarországon meg ugye pont azért lett egy robbantás a hatóság. Szerintem, hogy hát szegény nem tudott tudni fegyverhez. Azt, ezben a konkrét ügyben azt aláhúzhatjuk, meg ezt se állapíthatjuk, minden. aláhúzhatjuk, hogy a motiv hivatalos motivációval kapcsolatos kételyek azért fennmaradtak, ha más nem is, de az, hogy egyébként a fegyvertartásra a világszerte hogy alakul, az majd egy másik adásnak lesz a témája. Igen, én, én, is úgy látom. Igen. Köszönöm szépen, Pap László Tamással beszélgettünk bűnözésről, tereolcselekményekről, és elsősorban eljárásokról, meg arról, hogy mi volna üdvös a átláthatóságát, illetően egy ö, ö, bírósági, ügyészségi, rendőrségi eljárásnak. köszönöm, hogy itt voltál. Ez meg az átlátszónak a podcast adása volt.